Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. November 1-én új hold van, ami azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mivel a holdnak nincs saját fénye, hanem a naptól kapja ezt, amikor ők találkoznak, akkor a nap nem tudja megvilágítani a holdat, így számunkra láthatatlan. Ami bennünket illet, legyünk mi is láthatatlanok. Az azt jelenti, legyünk visszahúzódóak, gondolkodjunk el bizonyos dolgok felett, különösen, amikor döntésekről van szó, nem szabad elsietni a dolgokat. Azt is jelentheti ez az új hold, hogy meditálni kellene. Ezen az estén tartok egy új hold szertartást. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó konkrétan, erről beszámolok ebben a videóban. Az indiai asztrológiánál vannak az úgy nevezett holdházak, a nap és a hold, a Svati holdházban van, ami lefordítva jelenti a mi énünket, a mi személyiségünket, ez ki kell, hogy bontakozzon, de jelenti a lelki dolgokat is. Itt is lehet egy szerelmi téma, egy lelki kapcsolat. Ami a szerelmi témát illeti, az most tényleg a középpontban áll. De ki kell egyensúlyozni valamit. És ebben a helyzetben, ebben a szerelmi kapcsolatban mi hölgyek most erősebbek vagyunk, vagy jobbak a lehetőségek. Ez abból adódik, hogy Mars bolygó a rák jegyében van az indiai számítás szerint, és Mars bolygó a rák jegyében nem érzi jól magát. Ez főleg a férfiakra hat ki. Ők gyengének érzik magukat jelenleg. Viszont van egy jó hatás Merkur bolygótól, mert Mars bolygó és Merkur bolygó között van egy jó kapcsolat. Az azt jelenti, hogy a férfiak gyengének érzik magukat, vagy nehéz most valamit bebizonyítaniuk, viszont vannak külső hatások, ezek a beszélgetések, lehet egy jó tanács is, ami segít a férfiaknak. Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket, és Vénusz bolygó Jupiter bolygóval pontosan szemben áll. Itt nekünk, hölgyeknek mérlegelni kell a dolgokat, kell a belső egyensúly, kell a belső nyugalom, és kereshetjük a kapcsolatot ezzel a férfival, mert a kommunikáció jót tesz mindkettőnk számára, és segít a döntéseknél. Összefoglalnám azt, hogy milyen témák vannak ennél az újholdnál, ennél a szertartásnál. Fő téma az a párkapcsolat. Itt kell a nyugalom, kell a harmónia, kell a belső egyensúly. Lehet, hogy lesznek fontos döntések. A férfiak nem érzik túl jól magukat, vagy bizonytalanok, vagy vannak félelmek, és mi hölgyek tudunk rájuk hatni, tudunk segíteni, különösen, ha keressük a kapcsolatot, keressük a beszélgetéseket, ami még fontos, valamit ki kell egyensúlyozni,
Ez nem csak abból adódik, hogy Vénusz bolygó Jupiter bolygóval szemben áll, ez olyan, mint a mérleg, itt is mérlegelni kell a dolgokat. Jupiter bolygó adja a lehetőségeket, Vénusz bolygó kihat a szerelemre, vagy kihat ránk, hölgyekre, tehát mi döntünk tulajdonképpen. Azon kívül nem szabad elfelejteni a Svati holtházat sem, ahol a nap és a hold van, ami jelenti a mi énünket, hogy kimutassuk a személyiségünket, az egónkat, de nem szabad elfelejteni a lelki dolgokat, az érzelmeket sem, és ez kihat természetesen a párkapcsolatra. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!